Sziasztok, Sestilinszki vagyok, és ez itt ismét az Inside Star Citizen összefoglalója. A műsor az Alpha 3.7-es verzióban érkező Banu Defender fényeinek megvilágításának bemutatásával kezdődött. Az epizód első témája a küldetések megosztása, valamint a törvényes vagy bűnöző életmód volt. A küldetések megosztása több szempontból is nagyon fontos volt. Az egyik ilyen, hogy a játékban több személyes hajók vannak, és a hajón lévő legénység eddig nem látta, hogy mi is a feladat, mik a célok. De ez azért is fontos, mert így sokkal több és összetettebb küldetést kreálhatnak, a jutalmat pedig egyenlően el tudják osztani a csapattagok között, a hírnévvel kapcsolatos változás pedig mindenki megkapja. Ez azt jelenti, hogy ha egy bűnöző barátodat hívod, hogy valami jó cselekedetet hajtsatok végre, akkor az ő megítélését is javítani fogja, de ez fordítva is igaz. A 3.7-es verzióban bevezetnek bizonyos megkötéseket a különböző leszállóhelyeken, ami a bűnözői státuszhoz lesz köthető. Lesznek a teljesen törvényes helyek, például Olisszár vagy a nagy leszállóhelyek, ahova nem szállhatunk le bűnözőként. Lesznek olyan helyek, ahol kevésbé figyelnek erre, például a teherkikötőkön és Levskin, ahol a hármas bűnözői szintig még engedélyezik a leszállást. Végül lesznek azok a helyek, ahol a bűnözői szintől függetlenül leszállhatunk, ilyen lesz Grimhex. Ezt azért is vezették be, mert azt akarták, hogy a bűnözők kénytelenek legyenek valamilyen szinten bujkával élni az életüket. Ha bűnözői státusszal próbálunk leszállni például Olisszáron, akkor el fognak küldeni minket. Természetesen lesz lehetőség engedély nélkül is leszállni, de le is rakhatjuk a hajót valahol messzebb, és belebeghetünk az állomásra, azonban ebben az esetben nem lesz lehetőség a hajó tárolására. Az ötös bűnözői szintre készítettek új küldetést, mivel sok visszajelzést kaptak, hogy ötös szinten eddig nem lehetett semmit se csinálni. A küldetések különböző indokokkal küldenek ki minket, hogy vadászunk a hadi tengerészet hajóira, akik szintén vadászni fognak ránk. A küldetés ismételhető és megosztható lesz más, ötös bűnözői szinten rendelkező emberekkel, amire valószínűleg szükségünk is lesz, mivel nehéz küldetésről van szó. Az epizód második témája a kézi fegyverekhez kapcsolódott, ezek közül először a fegyver kiegészítőkhöz. Az Alpha 3.7-es verzióban több dolog is érkezik, amit a fegyverek csövére szerelhetünk, lesznek lőkiegyenlítők, hangtompítók és lángrejtők is. Mindegyikből 3-3 méret érkezik a különböző típusú fegyverekre, valamint külön kiegészítőt kapnak a ballisztikus és az energia fegyverek. Felszerelhetünk továbbá lézert vagy lámpát, valamint az optikák is bővültek és frissültek. A lámpának két funkciója lesz, az egyik a távoli célpontok megvilágítására szolgál, míg a másik elvakítja az ellenfelet. De a frissítésben bemutatkozik majd a Salvo Frag pisztoly is, ami ugyanolyan erős lőszert használ, mint a Koda, és kétfajta tüzelési módja lesz. Az elsőben egyszerű pisztolyként működik, a második módban azonban egy rövid töltési időszakot követően sörétszerű lövést hajt végre a fegyver. A kézi fegyverek után a karaktergenerálás átalakítása került szóba, amelynél komolyan figyelembe vették a játékosok visszajelzéseit. Az új verzióban eltűnik a három hely a különféle fejeknek, amelyeknél a százalékot állíthattuk, hogy melyik milyen százalékban szerepeljen. Az új rendszerben a saját karakterünk jobb oldalon helyezkedik el, a bal oldalon pedig pörgethetünk a fejek között, és az ott kiválasztott fej egy-egy tulajdonságát emelhetjük át egy csúszka segítségével. A tulajdonságot, például orr, szemöldök, szájforma, a fej adott részére vagy a menüre kattintva is kiválaszthatjuk. Remélhetőleg ez a rendszer sokkal átláthatóbb lesz, mint a korábbi. Végül a hajóbérléssel zárták a műsort, ami a hajóvásárlásnál olcsóbb lesz, így a játékosoknak több esélyük lesz kipróbálni egy-egy hajót, és eldönteni, hogy meg akarják-e azt venni. A hajót jelenleg 1, 3, 7 vagy 30 napra lehet kibérelni. Ezt valós időben kell érteni, de ez alatt a hajó végig rendelkezésre áll majd. Ha ellopják, megsemmisül, elveszik, akkor a kölcsönzési idő alatt a biztosítás fedezi az új hajó lehívását. Ha a kölcsönzési idő lejár, akkor kilogolást követően a hajót a kölcsönző visszaveszi. Ezzel pedig ismételten egy epizód végére értünk. Diszkó szavai alapján az Inside nyári szakaszát lezárták, így a következő epizód csak október 24-én érkezik, de ne aggódjatok, addig sem maradtok tartalom nélkül az úti kalauznál. Addig is hosszú és eredményes életet. Stilinski? 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 Good job, Stilinski. Yes, good job, Stilinski.